Szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, megtisztelnek bennünket az iskola tanévzáró hangversenyével, kis zenei műsorával. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Ilkó Mihály polgármester urat, a megjelent képviselőket, a kedves szülőket, hozzátartozókat, és persze titeket is, gyerekek, hiszen tudom, hogy izgultok már nagyon a szereplés előtt. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagy örömére szolgál, hogy a már hagyománnyá vált műsorunkat a mai nap is megtekinthetik. Készültek, szerepelni fognak a zenei osztályok, de szerepelnek a felső tagozatos énekkarosok, az ifjúsági tánccsoport, és azt gondolom, mindannyian gyönyörködhetünk majd az ének, zenei és tánctudásukban. Kívánom, érezzék jól magukat, mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a ma estére. Én is mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök ezen a szép és meleg napon. Ha esetleg bárkinek egy pohár vízre lenne szüksége, csak szolgálati közleményként mondom, itt két oldalt lehet találni. Hagyományossá vált tanévzáró zenei műsorunkat meg is nyitnánk, mindjárt az alsó tagozatosok fogják kezdeni a műsort. Egy vidám tánccal nyitjuk meg a műsorunkat, a harmadik Z osztályosok egy éve, a negyedik Z-sek pedig két éve táncolnak Csilla nénivel. Idén környékünk a Galgamente tánclépéseit gyakorolták. Népdalaik, táncaik sok derűs percet okoztak az órákon. A talpalávalót a Fixstim zenekar szolgáltatja. A CD felvétel Rónai Lajos zeneiskola igazgató segítségével készült. A 48 gyerek közös táncához az óvodából kaptunk táncos szoknyákat, amiket nagyon köszönünk. Lássuk a harmadik Z és negyedik Z galgamenti táncát, a műsort betanította Elekné Kis Benedek Csilla. Fogadjuk őket sok szeretettel. Kezdjünk táncolni!
táncos lábú fiúk és lányok után következzenek a legkisebbek, akik már itt nagyon izgatottan várják, hogy színpadra kerüljenek. Ők még most ismerkednek a zenei alapokkal, néphagyományokkal, de már most is vannak kedvenc dalaik, gyermekjátékaik. Ebből nyújt át nekünk egy kis ízelítőt most először az első Z-osztály, Geigerné Agócs Ágnes segítségével. Yeah.
No bizony, most már ti jöttök másodikzések. Ti már egy picit nagyobbak vagytok, több kedvenc dalotok van, így van? És ezekből fogtok nekünk egy csokorra valót átnyújtani, Molnárné Jurinka Tündi tanítónéni segítségével. Sőt, még az a varázslatos furúja is előkerül. Hallgassuk őket! Thank you.
A tánc és az ének mellett a negyedik Z-osztály a ritmikai játékok terén is megmutatja tudását. Produkciójukban a kötött és az improvizatív játékmódot is szemléltetik. Kérem, fogadják őket csendes figyelemmel és tapsos szeretettel. A műsorszámot betanította Hegedűsné Megyeri Andrea. Thank you.
most pedig egy történetet szeretnénk bemutatni, aminek a címe Egy nap a nádasban. De először is mutatkozzanak be a hangszerek. Mi vagyunk a szó? Mi vagyunk a nádas? Mi vagyunk a szél? Mi vagyunk a békák? Én vagyok a gólya. Mi vagyunk a kis halak. Én vagyok a veszély. Én pedig nem árulom el, hogy ki vagyok. Lágyan hullámzott a tó. Kellemes szellő fújdogált. A nádas lágyan ringatózott. A vízben halacskák úszkáltak. A tó partján békák refektek. A nádas szélén gólya átsorgott. Békés volt minden. Egyszer csak a víz vészjóslóan fordítódni kezdett. A nádas erőteljesen hidegett. A békák elhallgattak, a gólya sem telepelt. A kis halak eltűntek a vízi növények között. Nagyon féltek. Csend lett. Ekkor előtűnt a mélyben a nádas rettegett vadásza, egy óriási harcsa. Mivel nem talált fogára való vacsorát, visszaúszott a tó mélyre, ahonnan jött. Újra előmerészkedtek a halacskák, és a nádas ugyanolyan lett, mint azelőtt volt. Este lágy eső ringatta álomba a kis tavat. Egészen a nádasokig, a vízi világig repülhettünk képzeletben. Most is maradjunk künn a pusztán, pásztordalokból és egy kis humorból kötöttek csokorra valót a harmadik Z-osztály tanulói. Műsorukban szólót énekel Szitás Patricia és Kovács Gergő.
Furuján Szólót játszik, Fodor Attila és Vég Bálint. Felkészülésüket szintén Hegedűsné Megyeri Andrea irányította. Fogadjuk őket is nagy tapssal. Thank you.
este. Kezdjünk el táncolni. Amíg Márkó pásztorunk megkeresi a társait, én bekonferálom a következő műsorszámot. A harmadik zésekhez a negyedik zések csatlakoznak, együtt is nagyon szeretnek énekelni, akár több szólamban is. A hat legkedvesebb kánonjukat hozták ma el nekünk, amit kettő, illetve három szólamban is megszólaltatnak. Az énekkart Hegedűsné Megyeri Andrea vezeti. Az elhangzó dalok, Megismerni a kanászt, Hely tulipán, Este van már 8 óra, Kicsiny a hordócska, Áll egy ifjú, Nézd csak a réten. Hallgassuk őket szeretettel. Bocskoráról, tarisznya szijáról. La 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 la, la 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 la.
A múlt vasárnap, hát nem olyan rég még, úgy gondoltuk, hogy még aktuális ez az ünnep, ünnepeltük anyák napját. Úgy gondolták az alsó zenetagozatos gyermekek és pedagógusaik, hogy a következő kis dallal az édesanyákat, nagymamákat köszöntik nagyon sok szeretettel. Kérem, fogadják tőlünk ezt a kis csekély ajándékot. Műsorunk első része befejeződött, az alsó tagozatos zenei osztályok mutatták be műsoraikat, most pedig a színpad a felső tagozatosoké, és néhány kis alsósé is azért. Az alsó tagozatos és az ifjúsági néptánc csoport műsorát láthatjuk egy igazi vásári jelenetet somogyi tánccal. Felkészítőjük Pekó Ferencné Judit néni, a talpalávaló Tóth Deme Gabriella által vezetett felső tagozatos énekkar, valamint Galga Győkről érkeztek vendégeink, a Harangvirág Citera zenekar, ők biztosítják a talpalávalót, szeretettel köszöntjük őket, tagjai Nagy Gabriella, Lőrik László és négy gyermek, Plej Szonya, Lukács Melinda, Matejcsok Dorina, Matejcsok Fanni. Nagyon sok szeretettel várjuk a produkciójukat. Köszönöm.
olcsóért adom. Én mondom ezt olcsó János. Igen, nevej, nem parányos! Madzak, pendáj madzak, tessék, tessék, közelebb, közelebb. Magyar apák, magyar anyák, megjöttek a vászongatják. Nadrág, kabát, kötény, kucsma, csapjon bátyám a markomba. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, eladva! Kis csupor, nagy csupor! Lépcsapó! Legyező! Szekparapó! Gatyamadza! Bendejmadza! Tessenek, tessenek! Csak el ne essenek! Közelebb, közelebb! Vegyenek, vigyenek! Vigyenek, vegyenek! Hát a túróval mi lesz? A túróval? Elak a túró! Apám. Egy tetőért, egy bolháért, a nagyapád foltos rongyos szakálláért. Túl drága! Nem azért tartottam, tejfellel dugattam, hogy magának ingyen odaadjam. Mennyit adna érte? Egy futás, hat parolás! Egy, kettő, három, négy, öt, hat! Hogy a csibe, hogy három forint húsz a csibe ára, leteszem az asztalára, hogy a csibe, hogy három forint húsz.
Én még megkérem a Harangvirág zenekart, hogy egy pillanatra álljon meg, hogy még egyszer megtapsolhassuk őket, hogy eljöttek közénk, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk együtt mulattak. És nagyon szívesen látjuk őket máskor is. Köszönjük Judit néninek, Pekó Ferenc nének, a néptánc csoportnak, Tóth Deme Gabriella a vezette felsős énekkarnak. És következzen a énekkar, a felsős énekkar, a felső tagozat énekkara. Kedvenc kánonjaikat hozták el ők is, mint az alsó tagozatosok, melyel megörvendeztetnek most minket. Következő a műsorszámuk. Lomhán ballag, Pálkata Péter, Én a hegyre címmel, utána pedig táncdallamokat hallgathatunk a 17. századból, egy régi táncdalt, Hidló végén kezdetű dalt, és végül Apor Lázár táncát. Közreműködik Kozjár Kornél Furuján. Ég a ház is, nem is
tánccal kezdtük tanévzáró zenei műsorunkat, és most tánccal is fogjuk befejezni. Utolsó műsorszámként következik az ifjúsági néptánc csoport előadásában Sárkozi ugrós és csárdás. A táncot betanította Pekó Ferencné. Ismét eljött hozzánk a Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes, hogy a zenei kíséretet biztosítsa számunkra. Mindig szívesen vállalkoznak egy kis közös éneklésre, zenélésre, vagy éppen egy rendhagyó énekórára. A Ne Felejts Népzenei Együttes tagjai a színpadon Deák István, Vég Dániel, Kis László és ifjabb Deák István. Ulassunk egyet együtt a végén. Mi azt mondnak, nem kár.
világot megyében, Súperice mindig ott él a vágyom, egy nepény magyar, mint a szét a magyájam. Lenül már a szén a bogja teteje, Gólya madár kétket rakott belőle, Gólya madár gyenemmel a ház nevő, leterdik már az én három
Hát azt gondolom, hogy ezt már nem kell kommentálni, ez egyszerűen csodálatos volt. Nagyon szépen köszönöm nektek. Engedjék meg, hogy befejezésül megköszönjem a közreműködőknek a gyönyörű szereplést, és a vezetőjüknek, akik felkészítették őket egy-egy csokor vagy cserépvirággal, megköszönjük azt az áldozatkész munkát, amit tudjuk, hogy egy-egy ilyen produkcióban benne van, hiszen ezt a kollégák nagyon sokat tettek azért, hogy a gyerekek ilyen szépen szerepelhessenek, és ilyen kellemesen elkápráztassanak bennünket. Kérek még egy nagy tapsot nekik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretném a színpadra szólítani Csilla nénit, Elekné Kis Benedek Csillát. Köszönöm szépen, hogy ő is a tánc tanításnak a nyomdokaiba lépett, vagy az útjára. Gyere Csilla, kívánom, hogy sok sikeres szereplés legyen még mögöttetek. Előttetek, nem mögöttetek, állj már ide, légy szíves, jó? Jó. Geigerné Agócs Áginak, aki most mutatkozott be először, de azt hiszem, hogy tökéletesen produkált. Moldárdi Jurinka Tündinek, aki már évek óta szerepel. És ugye, aki már hosszú évek óta hegedűsné, Megyeri Andi. Judit néninek, Pehó Ferencnének, a táncosnak. Gyere, Judit, gratulálunk, gyönyörű! És azt gondolom, hogy mindannyian tiszta szívből kismamánknak, Tóth Deme Gabriellának, aki ebben az áldott állapotban ilyen gyönyörű produkciót mutatott be. Gabi, köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk neked, és egy gyönyörű egészséges kisbab. A Harangvirág Együttesnek szeretném még megköszönni a vendégszereplést, de valószínű, hogy ők már elmentek, majd eljuttatjuk nekik ezt a kis csokoládét és virágot. Azért még egy tapsot, amíg leteszem. És nagyon szeretnénk, hogyha a Ne Felejts Népzenei Együttes a továbbiakban is ilyen szépen együtt zenélne, muzsikálna velünk, az ő segítségüket, közreműködésüket is szeretném megköszönni. És Szászi Tibinek is köszönöm szépen a közreműködést, mert nélküle sem működne a műsor. És köszönöm Adriennek a segítségét, a konferálást. Nagyon szerények vagytok itt a háttérben elbújva, de még egyszer köszönöm a közreműködőknek, gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenkinek további szép estét kívánok. Szervusztok!